Szevasztok! Újabb anekdota, újabb jövevény, amely még nem volt bemutatva itt a padon. Mégpedig egy 268-as XP Husqvarna. Szerintem ez a gép is megér egy kis anekdotát. Nem is tudom, hol kezdjem. Ugye megszokhattuk már ezt a kettes szériás vonalvezetést, a kettes szériás gépekre jellemzően a kocka formát, illetve a kezelőszerveknél ezt a tipikus jobboldali szivatókar, illetve felső gázreteszelés, bal oldalon a tológyújtás kapcsoló. Most 268 XP, ez egy XP, ugye 268-ból volt sima is, sima 268-as, illetve volt ez az XP változat. Kettő között van valami különbség, valamelyest. Amennyire én tudok, az talán a henger, ha jól tudom, a hengernek a portjai, azok nyitottak a 268-as simánál. Míg nem, ennél az XP-nél viszont zárt felömlők vannak, és a dugattyúja nyitott. Hát meg is viccelte itt a kollégákat, akik küldték, mert egy 372-es dugattyút raktak bele, aztán cserétek rajta, karburátor, gyújtás, minden. Mégsem akart menni. Se kompresszió nem volt, ugye nem ért fel a dugattyú a kupoláig teljesen, tehát nem volt meg a végnyomás normálisan. Szét kellett szedni atomjaira, ráadásul olyan ügyesen összerakták, hogy a főtengelycsapágyokat sem cserélték ki benne. Csak simán rá akartak tenni egy dugattyút. Úgyhogy az volt, hogy ez, igen, ez egy felújított gép, kapott egy ablakos meteor dugattyút, ami ebbe való, illetve egy komplett tömítéskészletet, új csapágyokat, szimeringeket, karburátor fel lett újítva. Az eredeti van benne, úgyhogy teljesen eredeti a gép, gyári, bár már nem bontatlan, de viszont nagyon patika állapotú, és nagyon jó is lett. Megmutatom másik oldalról. Hát a súly az van. Van súly, ugye? Amennyire én tudom, ezeknek a súlya az ilyen 6,5 kg körül mozog. A Rokona 670-es John Zereddel ez a gép, specifikációkban szinte ugyanazt tudja, felépítésben is nagyon hasonló, tehát vannak benne dolgok, amelyek csereszabatosak lehetnek a 670-essel. Az idomokon kívül inkább a motorikus alkatrészekre gondolok itt. Kipufogó, az mondjuk nem, mert ezeknél 268, 272, ugye, ugyanez a forma, ugyanez az izé. Csak a henger nagyobb a 272-esnek, ezeknél a kipufogó nagyobb. Ez mondjuk a 670-es Jonesira nem megy rá, ez a kipufogó beleér a fedélbe. Na de, hadd mutassuk be ugye a 268-ast. Egy nagyon rendkívül jó strapabíró gép. Ugyanarra a blokkra épül, mint a jó öreg 630-as, illetve a 61-es, meg a 162-es, meg még sorolhatnám, tehát nagy a hasonlóság itt a előző kiadású gépekhez képest. Talán a 266-osnak lehet mondani, hogy ez lenne az utódja. Gépnek a lökett térfogata az kereken 67 köbcenti, illetve teljesítménye az pedig 3,5 kW, ami 4,7 lóerőnek felel meg. Bőven hozza is, én azt gondolom. A
A henger furat az 50 mm, a löket az 34 mm, tehát ez egy ilyen elég rövid löketű motor, már egy modernebb verzió. Tehát attól függetlenül, hogy régi típus, már ugye 80-as évek végén kezdték el gyártani, és 90-es évek végéig gyártották. Szerintem a 268-assal indítottak, és a 268 XP-vel zárták a folyamatot, de ez csak az én teóriám. Ebben a gépben már egy egyrészes gyújtás van, eltérően a 670-estől, a Supertől, kivéve a csampokat, ugye. Leginkább talán a csamp az, ami, ha már John Zeredről beszélünk, ami ő neki a legközelebbi rokona, megy piros meg a fekete színű ruhában. Egyrészes a gyújtás benne, nincs külön jeladó trafó, nincs külön gyújtó trafó. A régieknél másabb kicsit a főtengely, tehát komolyabb a gép már, modernebb el lehet mondani, viszont a karburátor, hát most nem fogom leszedni a fedelet, a karburátor, ami benne van, az még egy régebbi típusú Tilodzon, ami ez is arra utal, ugye nem az önbeakasztós automata szivatós félgázas, hanem a külön szivató, illetve a gázt azt reteszelni kell, de hát annyi baj legyen, illetve amit még hiányolok, az nyilván a hengerről a dekompressziós szelep, az sajnos nincs, az itt nincs még jelen, de amúgy egy nagyon patent kis gép, ami nem is olyan kicsi, meg nem is olyan lomha. Ez a gép most már be van járatódva, ez ugye szét lett bontva darabokra, és újból össze lett építve normális alkatrészekkel, életre kelt, és nagyon harap. 3 vagy 4 tankot, most már 3 tank után vagyok vele, és most már értem el odáig, hogy küldöm vissza a tulajdonosának. 268 XP, mit kéne még mondanom róla? Lehet látni a kipufogón is, hogy elég nagy batár kipufogó. Itt van a klasszikus dupla lefogatás elől, de rezgés miatt ki ne szakadjanak a tőcsavarok, illetve bele ne törjön a hengerbe, ezeknél ez nagyon fontos. Gumibakos függesztés van ebbe a gépbe is még, tehát semmiféle rugó nincsen. 6 darab gumibak tartja a géptesthez a tankot, illetve a körfogantyút, ugye, ami egybe van. Láncfék az már műanyag, mármint a láncfékkal, illetve külső kuplunggal szerelt, külső lánckerekes, tehát láncfék szerkezet az oldaldeknibe van beépítve kompletten. Ez is egy tipikus, jellegzetes 2-es szériás Husqvarna megoldás. Láncfeszítő csavar ott található elől, bent a tüske mellett, tök jó helyen. Tehát fejlettebbnek ugyan fejlettebb, de még viszont a 3-as szériához viszonyítva azért egy kezdetleges gép. De én azt gondolom róla, hogy így otthonra, hát erdőn már nem is, de otthonra egy tökéletes, nagyobb teljesítményű gép lehet háztáji munkákban, nagyobb fákhoz, nagyobb rönkökhöz, ilyesmihez, daraboláshoz tökéletes lehet. Ugye mondanom sem kell, hogy professzionális kivitel, teljesen fém, kicsike, dekné is szintén fém. A tank az már műanyag ezeknél, fedél szintén, illetve a berántó dekni úgy szintén műanyag, úgyhogy amit lehetett, azt itt már kikönnyítették a svédek. Hát összességében nem egy rossz gép. Felvértezve a 2-es szériás extrákkal, ugye
de mondom, a szelepet én hiányolom erről is, nyugodtan tehettek volna már rá egy szelepet, végül is a 90-es években járunk, meg az a mokány berántófogantyú, amire nagyon nehéz rányúlni, ha már valami hátrányt kell felhoznom, viszont önmagába véve nem egy rossz masina, ezt még egyszer elmondom, nekem tetszik. Ugye ebből volt még ugye a 272 XP, ami a 371-372-esnek volt az elődje. Ezt a 268-at ezt nem is nagyon vitték tovább, a 3-as szériánál már nem volt ebbe a köbcentis tartományba, amennyire én tudom, nem volt már ennek a gépnek utódja. A 67 köbcenti, meg a 71 köbcenti, ott összevonták, és maradt a 71 köbcentis osztály, 5 lóerővel. Hát szerintem ez a gép is bőven hozza azt a teljesítményt, amit 45 centis vágószerkezet van most rajta, ezzel fogunk majd hátul vágástesztet csinálni kőrisfába, de szerintem az 50 centiset is vígan elbírja. Volt már itt Champ, 670-es Champ, ugyanazt tudja ez a gép, nagy vonalakban, tehát ennyi. Szerintem mindent elmondtam, amit tudni lehet róla, vagy tudni kell róla. Egy nagyon jó választás lehet, ha valaki még ilyet ki tud fogni hasonló állapotba. Nagyon fontos persze megnézni a gépnél, mielőtt valaki. Ezt nem győzöm felhívni a figyelmet állandóan, mert olyan gépek érkeznek ide, gyerekek, hogy tiszta kókányolt, mókányolt. Tehát fontos megnézni azért a gépen a blokk környékén, itt a kipufogó környékén, illetve a műanyag burkolatoknál a repedezéseket, festéklepattogzásokat, stb. Hát ezen nem nagyon látszik. Tehát hiába, hogy profi gép, de ez biztos, hogy termelésben nem dolgozott, ez valami TSS gép lehetett, vagy akár valami otthoni célra vásárolt csataló. Biztos, hogy kiszolgálta már a kenyere javát, de hát most fel lett újítva, nagyon szépen megy. Fel lett újítva benne a karburátor is, kapott egy új gyertyát is. Mondom még egyszer, tömítések, kapott egy meteor dugattyút, a hengert meg lett polírozva, illetve ilyen apróságok, amik még voltak, cserére szorultak, azok is kilettek. Értem itt az üzemanyagcsövet, szűrőt, stb. Egy folyék egyszerűségű gép. Még egyszer elmondom, tökéletes választás lehet, ha az ember ki tud fogni egy ilyet, olyat, ami tényleg jó állapotú, otthonra, googlizni, rönköt darabolni, nagyobb átmérőjű fákkal, hogyan mondjam, szórakozgatni. Igaz, hogy lehet emelgetni, mert súlya az megvan, de még egyszer mondom, ez nem ágazó fűrész, ez már egy univerzális, professzionális, nagyköbcentis gép, ami közel 5 lóerős, tehát kalodázni, stb. Stb. Maszekolni is, ha valaki még vele bír ezzel a kettes szériás ergonomikus megoldásokkal hosszabb távon. Annyira nem vészes ugyan, de rezgés azért az van, meg az a vékony fogantyú, hát vastag kesztyű. Na fiúk, ennyi lett volna ez a bemutató 268 XP-ről. Én elpofáztam mindent, amit én tudok róla. Egy nagyon jó gép, szerintem csinos is, mert nem lehet rá mondani, hogy ormótlan. Jó neki a vonalvezetése. Mondhatni, hogy szinte, hogy időtálló a design. Úgyhogy megyünk hátra, aztán megnézzük, hogy mit tud Kőrisfában. Thank you.
670-es, légy szíves. Ugyanez. Elvileg. Benedek most kihozza a 670-esét Miklósnak, és vágni fog vele. Én tuti nem. Miért? Nem olyan ruhában vagyok. Ja tényleg nem olyan ruhában. Belepontjuk a forgált a cipőmben. Megnézzük. Miklós féle Zsonzeret 670 kontra 268-as Husqvarna, ahogy álljak. Csak lánca. Mikulás elhanyagolja. Tessék. Én meg nem fogom leszelgetni. Na mindegy, gyerekek. 268-as XP. Ez ennyi lett volna. Nagyszerű kis gép otthonra. Komolyabb átmérőjű. Rönkökhöz akár. XP-s matrica nagyon szép rajta.